Most, hogy mindent kiszámoltunk az összefüggő mintás tépróbához, nézzük meg, hogy hogyan működik ez a független mintás tépróba esetében. Tulajdonképpen elméletileg ugye ugyanaz fog történni, megnézem, hogy a két minta között mekkora különbség van, ebből kivonom azt, hogy mekkora különbséget várnék abban az esetben, ha nem lenne hatás, hát ugye nullát várnék abban az esetben, és az egészet el fogom osztani valamilyen standard errorral, a nem szisztematikus varianciával, a hibával. Most az összefüggő mintás tépróbával ellentétben a független mintás tépróbánál nincsen meg nekem az a luxus lehetőségem, hogy személyenként mindenkihez külön-külön kiszámolgassam azt, hogy az egyik mintában és a másik mintában milyen értékeket ér el. Tehát nem tudok páronként különbségeket számolni, hiszen különböző emberek vannak a két külön mintában. Tehát csak az egyik minta átlaga és a másik minta átlaga között tudom majd a különbséget kiszámolni. Miért lesz ez nekünk rosszabb, mint ami az összefüggő mintás tépróbában volt? Azért, mert így a standard errort sem tudom a személyenkénti különbségek szóródására számolni, hanem az egész minta szóródásából kell valahogy következtetnem a standard errorra, tehát a nem szisztematikus variancia ebben az esetben sokkal nagyobb lesz, a zaj, ugyanannak a különbségnek, ugyanannak a hetes különbségnek egyébként, ami hétegységnyi különbségnek, amit a két minta között találtam, sokkal nehezebb lesz kiemelkednie, sokkal kevésbé fogom elhinni, hogy tényleg a hatás műve, és nem csak a véletlen miatt jött ki így a különbség. Éppen ezért a független mintás tépróbánál sokkal nagyobbnak kell lenni a különbségnek a két mintához, két mintában ahhoz, ugyanolyan szórások mellett, hogy szignifikáns eredmény jöjjön ki. A független mintás tépróbát a Stadjak 06 tépróba SpiderBG fájlon fogjuk majd megtanulni. Ez is Andy Field példái közül való. Ebben az esetben ugyanúgy a pókokra, képeken lévő pókokra és igazi pókokra való szorongás értékeket fogjuk vizsgálni, de ebben a vizsgálatban két külön csoport volt. Volt egy csoport, aki csak képet látott, és ezek után megmérték a szorongását, és volt egy másik csoport, aki pedig igazi pókot látott, és az igazi pókra mértük a szorongás értékét. A két csoportban, itt beszélhetek csoportról, különböző személyek vannak. Ezért lesz ez független mintás tépróba. Láthatjuk, hogy a változók között kettő változónk van. Van egy csoportosító változó, képet vagy igazi pókot látott, és emellett van egy szorongás érték, amit az adott ingerre adott. Hogyha kikapcsolom azt, hogy a labelt lássam, akkor láthatjuk, hogy a képeket látó személyek nullával vannak jelölve a csoportban, az igazi pókokat látó személyek pedig egyel kerültek jelölésre. Kapunk egy ilyen adatsort, mi lenne az első dolog, amit megcsinálnánk. Előző videókban már említettem, ugye ellenőrizni kéne a parametrikusságot, normál eloszlás, szórás homogenitást. Ránéztünk már a grafikonokkal arra, hogy a két csoport között milyen különbségek vannak, és a grafikonról leolvastuk, hogy a képeket látó személyeknek 40-es, az igazi pókot látó személyeknek pedig átlagban 47-es szorongás értéke van. Hogyha mindezeket elvégeztük, akkor ezek után következhet a független mintás tépróba, amit a következő helyen fogunk találni. Analyze, compare means, independent sample t-test, független mintás tépróba, independent sample t-test. Ezek után megnyílik a következő ablak, ahol a függő változókhoz mi az szorongás értéket tudjuk betenni. Egyszerre több változót is megnézhetnénk, hogy a csoportjaink különböznek ezek mentén. Nekünk most csak egy szorongás értékünk van. Majd csoportosító változónak pedig a csoportosító változónkat fogjuk betenni, és amint betettük, láthatjuk, hogy még nem lehet elindítani az elemzést.
Előbb meg kell határozni azt, hogy melyik csoportok között szeretnék különbséget tenni. A T-próba mindig két csoport között fog tudni különbséget vizsgálni, de lehetséges az, hogy a mérés során én több csoport eredményeit is felmértem, vagy több csoport szorongását is felmértem. Az előző példát folytatva lehetne olyan is, hogy van egy csoportom, akik képet láttak, egy csoportom, akik igazi pókot láttak, és egy csoportom, akiknek meg is kellett simogatni az igazi pókokat. Tehát lehetséges, hogy három csoportom van, de a T-teszt mindig két csoport között fog különbséget mérni, tehát meg kell nekem adni, hogy a képek vs. igazi pókok között szeretnék különbséget számolni. Ezért rákattintunk arra, hogy Define Groups, és azt mondom, hogy az első csoportom az nullával van jelölve, hiszen a képeket látó személyek azok nullás értékkel vannak jelen, míg az igazi pókot látó személyek azok pedig egyessel vannak jelölve. Ezzel fogom megmondani, hogy a képeket és az igazi pókokat látó személyeket szeretnénk szétválasztani. Ezen kívül van egy cut point lehetőség is, hogyha bár statisztikailag annyira nem szép ilyen dolgot csinálni, hogyha egy folytonos változót szeretnék szétvágni egy alsó és egy felső részre, akkor itt tudom megadni a cut, és ezt a két részt összehasonlítani, akkor itt tudom megadni a cut pointot, a vágási pontot, hogy mi alatt tekintsünk alacsony, mi felett tekintsünk magas értéket elérőknek a személyeket, és eszerint legyenek csoportosítva. Nézzük, mi van az opciókban. Továbbra is csak a hiányzó értékeket tudnánk beállítani. Erről az előző videóban már beszéltem, ugyanaz igaz ebben az esetben is. Ezek után rákattintunk az OK-ra, és az outputból láthatjuk, hogy két táblázatot kaptunk eredményül. Ezek közül az első táblázat egy leíró statisztika. Láthatjuk, hogy a szorongásnál két csoportunk volt, akik képeket láttak, akik igazi pókokat láttak. Most mind a két csoportban 12 fő volt, de független mintás T-próbánál nem feltétlenül van ugyanannyi személy mind a két csoportban. Lehet eltérő is az elemszám, hiszen külön személyekről van csoportonként szó. A képeket látó személyek átlagos szorongása 40, míg az igazi pókot látó személyeknek 47, láthatunk hozzá szórást, és láthatjuk a standard errort. A számunkra fontosabb az az independent sample test, ez lesz a T-próbának a táblázata, ami két részre van osztva. Van egy leaven tesztünk, ezen fogunk szórás homogenitást vizsgálni, miután, hogyha a két csoportom szórása nem hasonló egymáshoz, tehát nem teljesül a szórás homogenitás feltétele, akkor valahogy korrigálni kell a T-tesztet, kicsit máshogy fog számolódni a T-statisztika. És ezen kívül van maga a T-teszt, amit figyelembe kell vennem, ez lesz maga a T-statisztika. Először nézzük a leaven tesztet. A leaven tesztnek van egy F értéke, és van egy szignifikancia értéke. Ez ugyanaz a leaven teszt egyébként, amit mi már számoltunk az Analyze Descriptive Explore-on belül. Itt ugyanazokat az értékeket fogjuk megkapni. A leaven teszt arra fog tesztelni, hogy különbözik-e a két csoport szórása egymáshoz képest. Tehát, ha ez szignifikáns, az azt fogja jelenteni, hogy a két csoport szórása szignifikánsan különbözik. Ez az, ami nem jó nekünk, mert ebben az esetben történik az, hogy nem teljesül a szórás homogenitás feltétele. Tehát, hogyha ez szignifikáns, akkor nem teljesül a szórás homogenitás feltétele, ha nem szignifikáns, akkor teljesül a szórás homogenitás. Innentől kezdve a T-statisztikában láthatjuk, hogy két sor van, és itt elől mondja meg azt, hogy a két sor mit jelent nekünk. A felső sor jelenti azt, amikor egyforma varianciákat feltételezhetek, tehát amikor a szórás homogenitás teljesül, akkor a felső sort kell majd néznem. Amikor pedig nem feltételezhetek egyforma varianciákat, akkor pedig az alsó sort kell majd néznem. Nekünk most ez nem szignifikáns,
tehát egyforma varianciákat feltételezhetek, innentől kezdve csak a felső sorral fogok foglalkozni. Először szerepel a t-statisztika, láthatjuk, hogy a t-értéke -1,681, a szabadságfok 22, itt már nem lesz igaz egyébként független mintás t-próbánál, hogy feltétlen elemszám mínusz valamennyivel lenne egyenlő a szabadságfok, és ezek után láthatunk egy szignifikancia értéket, és azt látjuk, hogy a két csoport közötti különbség nem szignifikáns. Tehát nem találtunk szignifikáns különbséget a képeket és az igazi pókokat látó csoport szorongása között. Ezt követi a különbségekről szóló, a két minta közötti különbségekről szóló statisztika. Van egy az átlagok közötti különbség, ez -7, ugye a 40 és a 47 között -7 a különbség, továbbra is az első értékből vonjuk ki a második értéket, így jön ki az, hogy ez az érték itt mínusz. A standard error az a különbségekhez tartozik, majd pedig láthatunk konfidencia intervallumot, és ebben az esetben azt látjuk, hogy az egyik, a konfidencia intervallum alsó határa egy negatív szám, míg a felső határa egy pozitív szám. Tehát a két csoport közötti különbség populáció szinten vagy negatív, vagy pozitív. Ha negatív, akkor azt jelenti, hogy az első csoportban kisebb a szorongás, ha pozitív, azt jelenti, hogy a második csoportban kisebb a szórás. Ha még azt sem tudom eldönteni, hogy melyik csoportban kisebb a szórás, akkor hogy várhatnék én szignifikáns különbséget a két csoport között? Nem is csoda, hogy nem lett szignifikáns az eredményünk. Hogyan kell az eredményeket publikálni? Ugyanúgy, ahogy az összefüggő mintás t-próba esetében már megbeszéltük, tehát kiírjuk a t betűt, majd zárójelbe betesszük a szabadságfokot, tehát jelen esetben t zárójel 22 egyenlő, ezt követően kiírjuk a t értékét, tehát t zárójel 22 egyenlő -1,681, p egyenlő 0,107, vagy p kisebb-nagyobb 0,05. És ezen kívül, ugyanúgy, ahogy az összefüggő mintás t-próba esetében kellett, minden esetben ki kell írni a két csoport átlagait és szórását. Hogyan kéne ennek megfelelően egy ilyen eredményt publikálni? A képeket zárójelben átlag egyenlő 40, szórás egyenlő 9,29, és az igazi pókokat zárójelben átlag egyenlő 47, szórás egyenlő 11,02, látó személyek szorongás értéke között szignifikáns különbséget találtam. T zárójel 22 egyenlő -1,681. Nem találtam szignifikáns különbséget, elnézést. T egyenlő T zárójel 22 egyenlő -1,681, P egyenlő 0,1. És ezen kívül ugyanúgy, ahogy az összefüggő mintás t-próbánál, a független mintás t-próbánál is kell egy effect size-ot publikálni. Effect size mutató itt is kétféle lehetséges. Az egyik az a korrelációs együttható, ami ugyanúgy számolódik, mint az összefüggő mintás t-próba esetében, tehát a t-értékét négyzetre emeljük, majd pedig elosztjuk a t-négyzete plusz szabadságfokkal, és az egészet gyök alá vonjuk. Ezen kívül pedig van a Cohen-féle delta-érték, amikor kivonjuk az egyik csoport átlagából a másik csoport átlagát, ez lesz a -7, és az egészet elosztjuk a közös szórással. Viszont miután független mintás t-próba esetében nem biztos, hogy a két elemszám egyforma lesz, a közös szórást nem lehet egyszerűen úgy számolni, hogy átlagoljuk a két minta szórását, hanem egy súlyozott átlagot kell létrehozni, tehát az a minta, amelyikben több személy van, annak a szórása
a közös szórásban nagyobb hangsúllyal fog jelen lenni. Hogyan kell súlyozott átlagot számolni? Fogjuk az első minta elemszámát, megszorozzuk a hozzátartozó szórással, meg a második minta elemszámát és a második minta szórásával, és az egészet elosztjuk a két minta közös elemszámával. Ez alapvetően minden súlyozott átlag, nem csak statisztikában, hanem súlyozott átlagot így kell számolni. Statisztikában annyi különbség van, hogy elemszám helyett legtöbb esetben szabadságfokkal fogunk számolni, ezért nem az elemszámmal, hanem az elemszám mínusz egyel szorzunk, és a közös elemszámnál is ugye kivonjuk a mínusz egy, mínusz egyet, és így jön ki a nevező. Nézzük is meg, hogy hogyan számolódik mindez. Itt van a két mintánknak a szórása. Fogom a számológépemet, és az első mintában 12-en vannak, tehát elemszám mínusz 1, 11, meg, elnézést, nem meg, hanem 11 szorozva az első minta szórása, 9,29, meg a második minta szabadságfoka, ugye elemszám mínusz 1, az 11 szorozva a második minta szórásával, 11,02, és az egész elosztva a két minta közös elemszáma mínusz 1, mínusz 1-jel, tehát 24 mínusz 2, 22-vel. Ha ezt elosztom, akkor 10,155-öt kapok. Jelen esetben ugye fölösleges volt súlyoznom, mert hogy a két elemszám megegyezik, ha nem egyezne meg a két elemszámom, akkor fontos lenne ez a súlyozás. És ebből az is látszik egyébként, hogy ha a két elemszám megegyezik egymással, akkor visszakapjuk az egyszerű átlagszámítást. Ezt szépen végig lehet gondolni, hogyha nincsen külön két mintának az elemszáma, akkor szépen egy egyszerű átlagszámítás fog kijönni a közös szórásra, és ugye ez volt a közös szórásunk az összefüggő mintás T-próba esetében. Na de most ott tartunk, hogy kiszámoltuk ezt a közös szórást, és most már a Cohen-féle D-értékhez már csak azt kell, hogy ezzel a szórással elosszuk a két minta átlaga közötti különbséget. A két minta átlaga között mínusz 7 a különbség, tehát ezzel a 10,155-tel el kell osztani a 7-et, veszem a reciprokát, és megszorzom a mínusz 7-tel, megszorzom 7-tel, és veszem a mínuszát, 0,68-at kapok a Cohen-féle delta értékre, amit ugyanúgy, ahogy az összefüggő mintás T-próbánál megnéztük, egy közepes effect size-nak lehet tekinteni. A Cohen-féle delta értékről az előző videóban is van még információ, plusz az alapfogalmaknál is beszéltünk a számításáról, jelentéséről.